a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodást ADR, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának segédletével 1957. szeptember 30-án Genfben készítették elő. 1968. január 29-én lépett hatályba. Magyarország 1979-ben csatlakozott a megállapodáshoz. Ezt azóta a piaci, ipari és környezetvédelmi változások miatt többször módosították. A legújabb nemzetközileg hatályos módosítások 2005-ben léptek hatályba. Oktatással foglalkoztam, gépjárművezető képzés, ezen belül a B kategória volt az, tehát a személyautó, benne ültem az autóban, és itt végeztem áldásos tevékenységemet. Aztán 94-ben jött egy nagyon nagy lökés ebbe az ADR-be, úgymond hiány volt ADR oktatóból, a megyei felügyelettől volt nekem két kollégám, akikből felváltva, ahol az egyik, ahol a másik csinált nekem tanfolyamot, nem nagyon értek rá. Kényszerből kellett megtanulnom, tehát 94-ben kezdtem, és azóta folytatom ezt a tevékenységet. Erdészként kezdtem a ténykedésemet, és egy kényszerpályán kerültem át a gépkocsi vezetői szakmába, és ezen belül is az ADR-ben. Az, hogy veszélyes áru, az egy, mondhatnám azt, hogy egy új kategória, mondhatnám azt, hogy régi. 1979-ben törvényerői rendelettel hirdették ki nálunk az ADR-t. Azóta működik ez tulajdonképpen, hogy ennek mekkora volt a hangja, ez erről lehet azért beszélgetni többet is talán egy kicsikét. Az EU csatlakozásunk az, ami tulajdonképpen felerősítette ezt. Az emberek, állatok életére, egészségére, környezetére ártalmas anyagokat veszélyes áruknak tekintjük. Ezeket kizárólag az előírások betartásával szabad csak szállítani. Veszélyesnek minősül az az áru, amely tűz és robbanás veszélyes, egészségkárosító, mérgező vagy maró hatású. Ide soroljuk az olyan környezetkárosító anyagokat is, amelyek a szabadba jutva szennyezhetik a környezetet, és a felszín alatti vizek révén veszélyeztethetik az embert is. A veszélyes anyagok környezetszennyező hatásukat a levegővel vagy vízzel keveredve, esetleg a talajba jutva fejtik ki. Nem jellemző az, hogy robbanó anyagokat szállítunk, inkább jellemző az, hogy gyöngébb veszélyességi kategóriába tartozó anyagokat szállítunk. Tehát gondolok itt a hippóra, különböző savakra, az egyéb gázokra például. A veszélyes áruk köre az egy nagyon népes kör. Az ADR név szerint felsorolja, rögzíti ezeket az árukat. Mintegy 3500 darab anyag található meg az ADR-ben körülbelül, tehát pontos számot hagyd ne mondjak rá, utána kellene számolni. Hát hogyha említeném, talán a pirotechnikai eszközök egy része ide tartozik, ezen túlmenne a robbanóanyagok, ugyanabba körbe tartoznak, gázok, gázkeverékek, üzemanyag származékok, például a gyufa ámbármentességként szállítható. Tehát itt sorba mondhatnám, karbid, amit nagyon sokan használgatnak, mint a mai napig, mérgek, savak, lúgok, radioaktív anyagok. A veszélyes áruszállító a veszélyes áruk hulladékok kezelésének, csomagolásának, szállításának előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával foglalkozik. Ennek során gondoskodik a felszerelésekről, a nemzetközi jelölésekről, beszerzi az engedélyeket és az okmányokat. Munkája során ellenőrzi a veszélyes áruk rakodását, és minden szállítással kapcsolatos előírás betartásáról gondoskodik. Tehát én felelek a áru biztonságos elszállításáért a főrakóállomástól a célállomásig. Tehát a fölrakadás előtti csomagolás és egyéb teendők azok nem az én hatáskörömbe tartoznak. Fölrakodás után az utmányokkal együtt kap kirásbeli utasítást, ami tartalmazza az adott veszélyes anyagnak a különböző jellemzőit, mire kell vigyázni, hogyha baleset következik be, mire reagál, tehát mivel kerül a kapcsolatba, akkor milyen reakciót vált ki, mérgező hatása van-e, vagy csak gyúlékony, tehát megelőzés, milyen védőfelszerelés kell, szükséges hozzá, kiket kell értesíteni első körben, hogyha közúti esemény történik, tehát gondolok itt a balesetre, mely során ezek a veszélyes anyagok a környezetbe kikerülhetnek, és a gépkocsi vezetőnek az elsődlegesen ellátandó feladatait tartalmazzák még. A jelöléseket, tehát elsősorban, tehát az árukkal kapcsolatban a fölrakó állomáson, tehát maga a fölrakó helyezi el az árukon. Nagyon ritka az, hogy nekem kell jelölni az árut. Tehát én már úgy kapom a veszélyes árut szállításra, hogy az meg van jelölve bárcákkal, rajta van az azonosító száma az árunknak. Tehát nekem ilyen tekintetben maximum a gépkocsit kell jelölnöm.
A hazai és nemzetközi szabályok változásait rögzítő ADR szabályzat tanulmányozása mellett a veszélyes áruszállító számos nyomtatványt használ ezek az áruk kísérletére, minősítésére, szállítására, nyilvántartására, tárolására vonatkoznak. A váratlan helyzetek megoldására kéznél vannak a vegyészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti és államigazgatási kézikönyvek. Legfőbb kapcsolata az ADR szállítmányok előkészítésében segítkező ADR ügyintéző. A veszélyes árut szállító gépkocsi vezetőket, azt mondja az ADR hivatkozik erre, hogy különleges képzésben kell részesíteni a szállítási ismeretekből. Egyrészt mielőtt tanfolyamra jelentkezik valaki, megvizsgáljuk, hogy a beiskolázás feltételeivel rendelkezik-e. A beiskolázás feltétele veszélyes áruk szállításánál egyrészt vagy a B kategóriás, vagy a C kategóriás vezetői engedély, amelynek két éve folyamatosan érvényesnek kell lennie. Emellett még a tevékenység gyakorlásához szükségeltetik majd egy PAF 2-es végzettség is. Most megjelenik nálunk a gépkocsi vezető, és megnézzük, hogy melyiknek jelentkezik valamire. Két fajta lehetőség van, úgy hívják, hogy tud vizsgázni nem tartányos szállítási módra, valamint tartányos szállítási módra. Az utóbbit említem talán először, az a könnyebb, a tankerok, amik megjelennek a közúton, az ettől eltérőek tartoznak az első kategóriába. Szokták ezt népiesebb nevén küldeménydarabos szállításnak is emlegetni, amikor megy vagy egy nyitott, vagy egy ponyvás jármű, és azt felpakolják például hordóval, ládával, kannával és a többi. Felelősségteljes munka, nem igen lehet hibázni, mert az emberi életekbe kerülhet. A kritikus helyzetekben nem lehet felsülni, akkor sem, ha a veszélyes anyagok közelsége feszültséget okozhat. A vegyi ártalom, a radiológiai fertőzés és más környezeti ártalmak miatt fokozott elővigyázatosságra és a munkavédelmi előírások maximális betartására van szükség. E területen nincs helye a rugalmasságnak és a lazaságnak. Az átlagosnál fejletlenebb testi fejlettséggel, beszédértést akadályozó hallássérüléssel nem lehet ezt a munkát végezni. Szakorvosi véleményre van szükség akkor, ha valaki szívbetegként vagy mozgáskorlátozottként választja ezt a foglalkozást. Segíti viszont a szállítót, ha jó a helyzetfelismerő képessége és gyorsan tud dönteni. A lelkiismeretesség és a precíz, fegyelmezett munkavégzés előnyt jelent. Általában, tehát védőfölszerelésként nekünk központilag elő van írva egy komplet felszerelés, amit magunknál kell tartani veszélyes áru szállításánál. Ez tartalmazza az egyéni védőfelszerelésünket, kitérve a személyes biztonságukat szolgáló egyéb dolgokra, szemöblítő palacttól kezdve a védőruháig, gumicsizma, védőkesztyű, gázálarc. Egy speciális dolog megint a veszélyes áruknál, hogyha határátkelő helyre kerülnek, akkor nem mindegyiknél, de általában azt mondják, hogy menjen el a sor mellett. Nem véletlen ez, hogy ne kerüljön megint olyan szituációba, hogy valami probléma legyen belőle. Nagyon lényeges dolog, hogy le tudja kezelni azt a helyzetet, ha valami különleges dolog történik. Tehát ugye az embereknek egy része az olyan, hogy valami stressz éri és leblokkol. Ugye, hát speciális olyan kollégákat várunk, hogy ki tegye meg az első lépéseket, hanem az a gépkocsivető kollega, aki ott van a helyszínen. Tehát le kell neki kezelni ezt az egészet. Megfelelő lélek jelenlétének kell lenni. Mindenkit várunk ilyen körbe, hogy tegyen ilyen végzettséget, vizsgát. Mint említettem, volt a beiskolázás feltétel a betöltött 20. életév. Elgondolkodtató a dolog. Az EU-n belül is vannak törekvések arra, hogy ezt a korhatárt különösen a tartányjármű vezető kollégáknál felemeljék. Olyan embernek, akinek családja van, tehát a családdal ezt összeegyeztetni nagyon nehéz. Kisebb konfliktusok, ütközések előfordulhatnak, de olyan ember talál maga mellé, gépkocsi vezető, aki ezt elviseli, akkor a végtelenségig. Aki tolerálja azt, hogy valamit valamiért, hogy ő most azért megy el a hét elején a áruval, és jön haza a hétvégén üresen, hogy le tudja tenni az asztalra azt a bizonyos borítékot. Ez egy ösztönző dolog ebben a munkában. Hogy talán többet keresünk, mint a nagy átlag. És olyan munkával, amit már mondtam az előbb, hogy világot látunk, tulajdonképpen kirándulunk, túrázunk. A képzést kizárólag tanfolyami formában szervezik. Az ADR képzést országos szinten a Hungária Veszélyes Árumérnöki Iroda koordinálja.
Az alap, illetve a szakképesítés iskolarendszeren kívüli képzésben szerezhető meg. Egyéni felkészülés nem lehetséges. A szállítóknak szakirányú, tartálykocsik vagy nehézpótvezetői jogosítvánnyal kell rendelkezniük. A képzésben azok a 18 életévüket betöltött, középiskolai végzettségű jelentkezők vehetnek részt, akik előzőleg megjelentek szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálaton.